Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és hát külön szeretettel. Egy olyan embert, aki ezer szállal kötődik Angyalföldhöz egyébként, ha már itt ülünk a 13. keleti. Bár akkor még csak Népligetben volt a Vasas. Nem csak a Vasason keresztül kötődünk Angyalföldhöz szerintem. Hát a József Attila színházban. Ugye? Jó, hát szóval, ha egyáltalán kell bemutatni Koltai Róbert művész urat. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Azzal szeretném fölvezetni, hogy összecsengenek a dolgok. 30 éve, hogy bemutatták a Sose halunk meget, ugye? És a... Elgondolkoztál, hogy már 30 éve? Nem, már több. Hát mennyi? 93. De 93. január 12. Hát jó, de ugye, igen, de az év stimmel. Jó? Hát január azt nem számoljuk. Tehát ugye, jó, akkor körülbelül 30 éve. És ugye a Halhatatlanok Társulatának osztopos tagja, akkor az így a kettő stimmel, nem? Hát, Sose halunk meg. Persze. Arra a kis időre már minek? Mire mondod a kis időt? Hát, hogy meghalni. Hát értem, de honnan tudod? Hát halhatatlan vagy. Erre mondjál te poént. Tényleg? Te mindig poént mondasz. Igen? Figyelem ezt a műsort. És... Tényleg? Aha, szoktam figyelni. Jó, de hát inkább te. Te vagy a... Na jó, akkor ez nem... Akkor mondok mást. Nem is olyan poén. Pedig nem is biztos... Nem volt biztos, hogy halhatatlan leszel már abból a szempontból, hogy életed legnagyobb sikerének egyikét egy öngyilkos nevű darabban. Érted el? A színi kritikusok díját. Nem mond nekem napra, 35 esztendő, ugye 88, az jól számolom? Igen, ilyesmi. 35 éve. Abban kaptad meg a színi kritikusok díját. Ugye? Egy kimondhatatlan, hosszú nevű, nem a szerző kimondhatatlan, hanem a szereplő. Ki sem mondom, de azt majd te kimondod. Így hirtelen a szerep nevét nem tudom mondani. De a darabra emlékszel? Egyáltalán a kitüntetésre emlékszel? Hát nem csak a kitüntetés, hanem ez volt én szerintem a Kaposvári Színház egyik legkiemelkedőbb előadása az alatt a 30 év alatt. Közel hát ott 30 volt év alatt. Volt, és azok közül is ez kiemelkedett. Mert nem csak én kaptam díjat, hanem a legjobb előadás díját nyerte, akkor legjobb rendezést az Asser Tamás, legjobb epizód a Kulka. Igen. Ez hihetetlen egyébként, ugye ez akkor voltál 20 éve Kaposváron, ha jól számolok, ugye? Én Kaposváron jöttem, mentem, hát volt benne a Budapest is vissza. Mindig visszamentem, Pécsről visszamentem, a Nemzetiből Pécs, visszamentem. De szép egyébként, olvastam. Nem akár ki írta. A Zuboly. Igen, ezt is olvastad, hogy... Micsoda? És ki írta? Spiro. Hát persze, Spiro. Igen. Hát azért az nem akár. Hát olyanokat írt rólad, hogy betöltötted a színpadot, hogy te vagy a legnagyobb. Hát körülbelül, de most azért akkor még te nem készültél, volt... abszolút készültél. Ugye? Igen. Igen, de nem azért, hogy fölmondj neked, tehát, hogy még szép. Hát az képzeld, egy ilyen ember... Még érdekességképp mondom, igen? Hogy a legjobb instrukciót nem is a rendezőtől kaptam a Zubolyra, hanem? Instrukciót, hanem a ügyelőtől. Aki később, még a Bódinak a filmjeiben is játszott nagy szerepeket, a Fekete Bandi. Megszoktuk, hogy a kollega se adjon tippeket, a külsősök pláne ne. És ő egy olyan ügyelő volt, aki színit végzett, de nem nagyon használták Pécsen színészként. És volt egy olyan, hogy ő odajött hozzám, Robi, mondhatok valamit? Mondom, persze. Mert ha jót mond valaki, azt el kell fogadni, muszáj. Azt mondja, amikor mondod, hogy ide nekem az oroszlánt is. Ez egy legendás mondat. Ide nekem az oroszlánt is. Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá, ordítson még egyszer, ordítson még egyszer. Mondtam, elég jól. És akkor mondta, hogy jól mondod, azt adhatok egy ötletet? Mondom, meghallgatom. Azt mondja, úgy mondjad a másodikat, a király, mikor a királyt idézed, hogy ordítson még egyszer, ordítson még egyszer, hogy még a fejedelem is azt, nem, bocsánat, hogy még a fejedelem is azt kiáltsa rá, ordítson még egyszer, úgy fogok ordítani, ordítson, a második ordítson még egyszernél szinte élvezzél el, hogy a király,
a királyt odaidézem, hogy a király nem csak azt mondja, hogy ordítson még egyszer, ordítson még egyszer. Tehát a legjobb instrukciót egy ügyelő. És abban a pillanatban tudta, hogy ez már jó? Tehát amikor elmondta, akkor te már azt mondod, ez így rendben. Én abban a pillanatban tudtam, hogy ez milyen jó. Van. A jó ötleteket nem csak el kell fogadni, hanem azt ki kell húzni a környezetből. Azt szoktad mondani, sok helyütt olvastam, hogy azért mentél Kaposvára, mert nem kellettél sehova. Így van. Ehhez képest, csak hozzáteszem, bocsáss meg, hogy Kaposvár az egy ilyen mítosszá vált. És most nem azért, mert te vagy a vendégem, hanem minden túlzás nélkül egy... Tehát hogy is mondjam, nagyon abszurd azt olvasni, hogy azért mentem oda, mert nem kellettem sehova, valószínűleg ez az igazság, de ahhoz képest egész szép. De hát pont fordítva van a dolog, hogy később lett az. Azzal hát a csapattal, ami ott volt egy... Hát egy olyan színház, ami főleg operetteket játszott, de csőstől, és nem jól. Tehát volt 3-4 kiemelkedő színész, Csíkos Gábor, Tímár Éva. Egyébként meg ilyen párt ösztöndíjas rendezők, úgy hívták, hogy betonosztály, mert a MSZMP aztán indított egy rendezői osztályt. És hát az volt az igazgató is, és a pártitkár is egy rendező volt. Na most hát azok az előadások, amiket ők rendeztek, hát csak azon drukkolt az ember, hogy legyen már vége a próbaidőszaknak. Hogy legalább mi színészek maradjunk, hogy ne kelljen azt a sok hülyeséget. Nagyon rossz színház volt, mikor én oda kerültem. Nem én tőlem lett jó, hanem hogy még jöttek később 2-3-an, aztán híre ment, később meg versengtek a kollégák, mert szerettek volna oda jönni. Igen. Ez egyébként érdekes, hogy az operettet mondod, hogy voltak ilyen abszurd feldolgozások. De hát az amikor már az Aser ott volt, hát az állami áruház az... Igen. Hát na. Rendőrlovak voltak a Vígszínház körül, olyan gyönyörű botrány volt belőle. Hát csak arra az jutott eszembe, hogy egy ilyen sajátos megfogalmazású, de az operett átértelmezve, ugye? Vagy ilyen, hogy is mondjam, hát ez szóval hát nem hogy az Asher azt tette bele, hogy ha akarunk, ha nem, ha belehalunk, akkor is boldognak, muszáj lenni. És ez a muszáj, és közben szólt a zene, és minden. Egy boldog nyár Budapesten, 100 boldog óra veled. De most nem akarok a részletekbe belemenni. Hát miért? Kaposvár az egy... Én nem voltam benne, irigykedtem is. Hát jó. Én akkor éppen egy életem első drámai szerepét kaptam meg, mikor az állami áruházat kezdte az Asher próbálni, akkor én a Zsán Béki által rendezett Csillag a mágiámban voltam, a Szervét Mihály. És az is egy örök emlék marad, mert hatalmasat játszott benne, de már az első próbától kezdve Rajhona Ádám kollégám. A legtöbb kollégáról már sajnos csak múlt időben beszélhetek. Csodálatosan próbált. Én meg őhozzá képest, ezt be kell valljam, nem tudtam rögtön elkapni a fonalat. Tehát ő benne volt a fejében egy olyan intellektus, amit én később csak a Gábor Miklósnál láttam, mikor az Interjú című darabban Őrsi Istvánt kellett játszanom, és Gábor Miklós volt a Lukács György. Tehát ott is nem győztem loholni utána. Olyan csoda volt vele játszani. Hát azt elhiszem. Na és ugyanez volt, hogy a Rajhona fantasztikusan próbált. Én meg igyekeztem, és közben kiderült a pályám során, hogy nekem többnyire az igazit az előadások hozzák meg. Tehát én nem tudok úgy próbálni, hogy már akkor átlássam az egészet. Tehát nem volt olyan agyi. Ez a közönséggel van összefüggésben? Mindennel. De a közönség aztán meghozta, és akkor meg lehet utánam jönni. Tehát legalábbis így nézett ki a helyzet. Bár a Rajhona végig tartotta a magas nívót, de amit a próbán csinált, az még édesapámnak mondta, Csepel akkori nemrég abba visszavonult szakosztályvezetőjének, hogy én még ilyen színésszel nem dolgoztam, mondtam a Rajhonára, aki ennyire.
észnél van a próbákon. Tehát ennyire már akkor átlát mindent. Na jó, hát ha szóba hoztad édesapádat, itt megrekedek egy pillanatra. Mert ugye édesapád szakosztályvezető volt mondjuk egy, jó, hát akkor még népligeti munkáscsapatnál, de azért eredetileg mégis csak angyalföldi munkáscsapatnál. Ugye kis kitérővel, de apukád idejében valóban népligeti, utána a Dunai városa, vagy akkor hívták Sztálin városnak, és utána hát Csepelen végestelen végig. Igen. De azért... Bújtor mindig azzal cukott, hogy apád ma nem nyilatkozott. Más sportújságban? Hát, egyáltalán minden újságban az szoktott lenni, hogy nyilatkozta Koltai István a Csepel szakosztályvezetője. És a Bújtor, hát isteni humora volt. Csepelről nekem mindig az üt eszembe, hogy ott volt az egyetlen ember, aki vissza, nem is tudom, németesítette a nevét, tehát a Rákosiról Rottenbillerre. Nem viccelek. Ő Rákosi volt, tényleg? És azért, ezt látod, nem tudtam. Igen, és azért szórakoztak vele. Hát igen, de a Rottenbillerrel már nem tudtak szórakozni. De bármit a nevével. Na mindegy, most a Vasasról. Az igaz, hogy mert az apukád volt a Vasas szakosztályvezető, ugye mondjuk ilyenekkel, hogy Berzi Sanyi édesapja, igen. Szilágyi Gyula, később Csordás Lajos, vagy éppen Kubala. Igen. Tehát az igaz, hogy Ilovszki a keresztapád? Hát de nem a Vasas miatt, hanem a gyerekkori barátságuk miatt, és a későbbi nagy barátságuk miatt. Hát csak a Vasas jutott eszembe az Ilovszki. Ez igaz? Igaz. És hogy gondolsz Ilovszki Rudi bácsira? Hát sok szeretettel, és büszke vagyok, hogy futballpályát neveztek el róla. Bár az ő viszonya apukámmal az életük vége felé időskorukban már nem volt olyan felhőtlen a barátság, keveredett bele egy-két. Na jó, de azért évtizedekig, szóval az rendben. Hát nagyon, nagyon. Meg én tegezhettem, tehát én 5 éves koromot... Azt mondtad, hogy szia, Rudi? Én mindig tegeztem. Azért, hogy a keresztfiú. Mint keresztfiú. Még a nagyok se. Tehát mint a Flóriék vagy a Kálmánék se nagyon. A Flórival meg 5 percig, azt tudod. Hát, Madács, tudom. Így állt fel a Madács gimnázium csatársa, hogy Vadász, Koltai, Albert, Molágy, Gyulai. 5 percig. Akkor zavartak be, rögtön luftot rúgtam hanyattestem, ahogy bezavartak a pályát. És akkor Rudival együtt nézte a meccset apukám. A Ibl technikummel eljátszott a Madács gimi. De győztük 3-1-re. Jól emlékszem, ott is nőtt fel apukádat a Almási tér környékén. Igen. Ugye? Almási téri srác volt, ami akkor egy olyan rang volt, mint ma, nem tudom, Hunyadi téri srácok, Almási tér. Válogatott focisták nőttek ott föl, például Vidor Jóska. Nekem csak Vidor Jóska. Hát jó, most azért megrekednék meg megint a császárnál mondjuk. Az milyen volt a császárral együtt játszani? Hát így néztünk föl rá, mert ő már a negyedik gimiben már válogatott. Ő már válogatott volt. És egyszer emlékszem, 5-0-ra kikapott a Fradi Tatabányán, biztos emlékszem, hogy volt egy ilyen. Volt egy ilyen. Kikapott 5-0-ra? Igen. És Császár játszott? Persze, hogy játszott. Annyira, hogy másnap hétfő volt, ugye hétfőn, ő mindig ott állt, mint negyedikes, mert én elsős voltam a gimiben, ő meg negyedikes. Ő mindig ott állt az ellenő, volt egy ilyen hülyes szabály a Madács gimiben akkor, hogy 3-4, nem elég 8-ra is, 8-ra se lehet beérni, és 3-4-8-tól kezdve már szedték el az ellenőrzőket, akik késtek. Az késésnek vették, hogy 3-4 után mentél. És a Flóri benne volt ezekben az ellenőrző, ő mint negyedikes, ellenőrző, elszedő bizottságba. És ezen a napon, amikor azt hiszem 5-0-ra kaptak ki Tatabányán, nézzél utána. Jó, elhiszem. Az 58-59-es szezon lehetett, mert akkor voltam első gimis. És váratlanul elkezdett bicegni. Mert az ellenőrzőket elég ruganyosan szedte amúgy, de amikor 5-0-ra kikaptak, akkor ott bicegett egész idő alatt, hogy nyilván ezért kapott ki így a Fradi. Azt nem is akartátok elhinni. Hát az Albert úgy volt, hogy így állt csípőretett kézzel egész meccsen. Ő azért játszott csak, hogy fizikából átengedjék. Mert mindig ki volt rakva a fizika szertárnál a jegyek.
őnek főleg nullás volt, meg egyes, tehát mert nullást is adott a fizika tanár. És azért kikérték őt egy váci edzőmeccsről, mert hogy átmenjen fizikából, elvállalta, hogy beszáll a kiskupa elődöntőbe, az Ibl technikum ellen. És ezért kikérték őt a Fraditól. Egy szerdai napon volt a meccs, az egész gimnázium ott volt a lelátón. Én Tarcsi voltam azon a meccsen végig. De van egy másik emlékem róla, amikor 1-0-ra vezet... Hogy volt? Az ellenfél vezetett a Puskás technikum 1-0-ra, és szabadrugáshoz jutottunk. Hát ő nem volt bombalövő. Neki futott, alány esett. Úgy nézett ki, mintha 4 méterrel fölé menne, vagy 6 méterrel alá. És ez csak lecsapódott. És a kapus eldobta magát be a hónalat, 1-1. 5 perc múlva ugyanonnan szabadrugás, megint 25-30-ról, belenyesett. De egész meccsen így állt. Belenyesett, föl, alul, be, 2-1-re vezetünk. És mikor már felnőttek voltatok? Várj, és akkor hát, meg nincs poén. Ja, nem tudom. A poén az az, hogy utána volt egy szabadrugás javunkra, a 16-os közepéről, és az ellenfél mondta, srácok, ne is álljunk sorfalat. Ja, ja. És akkor viszont 6 méterre fölélődte, mint most a Szoboszlai a ja, legutóbbi meccsen. De. Azt akartam kérdezni, hogy amikor felnőtt korotokban, milyen jóban voltatok? Vagy, egyszer vagy... volt egy lehetőségem, hogy az Albert engem választott meg a Magyar Zoltán tornász. Színész csinálhatott élsportolóval interjút. Valamilyen alkalomból. Igen. Tehát egy ilyen... Nem tudom már milyen alkalomból. Tehát volt egy ilyen sorozat. Igen. És a Flóri engem választotta a színészek közül, mikor meglátta. És még annak is örültem, hogy emlékezett rám, hogy én voltam az a szerencsétlen. Ja, azt nem is mondtam, hogy amikor apukám nézte, akkor elhozta Rudit is, Ilovszkit. És együtt nézték, és 5 perccel a vége előtt, én elsős voltam, ők meg negyedikesek. Hát nem voltam egy Puskás öcsi, Albert Flóri meg pláne, és pekemre, és apukám pont ezt látta Rudival. Ő már rég mondta, hogy neked nem kéne ezt erőltetni, apukám, mondta papám. És pont egy kapukirugást jött felém. És ahogy a Kocsis Lajostól láttam, biztos te előtted is van, ahogy ő le tudta venni a labdát, a Kocsis Lajos, és már 11 métert szaladt közben. Ahogy félfordulat, igen. Ugyanígy akartam levenni, és megjött a labda, és kiestem a dinamógatyámból. Tehát ott álltam egy alsónadrágban egy pillanatban. Nem, hogy a labdát nem találtam, mert ott álltam a alsónadrágban. Ez így megmaradt? Hát neked is megmaradt volna. Hát, és közben nézi apukám meg a szövetségi kapitány. És akkor mondta az édesapám, hogy ezt ne erőltessék. Kisapám, neked ezt... Na de az egész jó, tehát egyéb területen. Azt szoktad mondani, hogy te elsősorban színművész vagy. Mármint, hogy színész. Mert ugye lehetne mondani, nem csak színész vagy. Miért mondod, hogy színész vagy elsősorban, vagy mindenek előtt színész vagy? Hát hiszen lehetne mondani, hogy rendező is vagy. Mert minden egyéb dolgot, amit csináltam, csinálok, az színész alapon. Tehát színész belsővel. Az mit jelent próbálom a színész belsőre? Hát az, hogy ha mondok valamit, mondjuk, hogyha te játszol, ne ittasd a kezed, mert jobb lesz. Legyél, lazuljál. Vagy. Azt én nem tudok. Nem rád mondom, hanem hogy egyáltalán, hogy abból tudom, hogy milyen az, hogy valamit átadni a nézőknek. Ahhoz van valamilyen érzékem talán. Egyébként, ha így tartom a kezem, az rossz, az most komolyan? Nem. Már jobban. Attól, hogy szóltam már. De csak kérdezem, mert sose. Egyszer mondta, a Vitrai Tamás jutott, ahol te, és mondta, hogy nyugodtan, beszélgess. Igen. Mert mondtam neki, hogy most milyen furcsa, ugye, hogy ő a
a riporter és én, hát még ki vagyok én. És mondta, semmi, beszélges. Na ugyanígy, beszélgetek, ezt megjegyeztem, ezt jelentően nem csinálom. Ide imádkozz. Nem létezik, ide teszem a kezemet. Azt mondta, nem akarlak. Nekem, na hát a rendezők is így vannak, hogy akarnak valami jót mondani, és csak azt érik el, hogy begörcsöltetik az embert. Te most már ettől kezdve nem fogsz tudni rendesen imádkozni, és mindig eszedbe jut ez, hogy mit mondtam. Nem görcsöltetik. Nem, én ezt nagyon, hogy is mondjam, tehát én figyelembe veszem. Azt mondja valaki, aki ehhez ért, hogy ne kulcsold össze a kezed, mert nem jó. Valamiért mondtad. Igen, mert bezárul valami. Igen. Bezárul valami, akkor nem akkor, csinálom többet, kész. De más jelenetben meg lehet, hogy pont azt kérném, hogy Iván, egy kicsit szorítsd össze a két kezed, de a lábadat is. Hát néhány, kell a néhány verset el tudok mondani, komolyan mondom, meglepődné. Na jó, hát nem a vers, tehát hogy tudom, tehát hogy elejétől végig el tudom mondani, úgy értem. Nem tudom elmondani, természetesen. Nem, szóval, hogy olyan. Nem dicsekszem, de nagyon sok verset el tudnék mondani, A-tól Z-ig, úgy értem, de sose gondolt, nagyon rossz, én nem tudok. Hát akkor hagyd a csodámat. De persze, persze. Csak azért mondom, hogy én nem is akartam. Viszont apukám úgy mondott verset, mint tényleg nagyon keveset. Olvastam, hogy Petőfit imádta a legjobban. Petőfit is, Revicki Gyulát. Várjál, és azt is olvastam, hogy te sokat tanultál tőle. Hát rengeteget, rengeteget. Hát úgy, hát az például, hogy hol van csend egy versen belül. És jól mondta? Ő? Igen. Csodálatosan. Jobban, mint te? Volt olyan vers, most már közeledem hozzá. Tényleg? Nem sikerült még? De. Nem, most komolyan kérdeztem. Tehát na, ő úgy mondta, mint egy színész, mondjuk. Mint egy mondta. Nagy színész, mint a legnagyobbak. Mint a Latinovics. Ő úgy, mert hát mondjuk odáig nem mennék el, de közvetlen utána igen. Az nem olyan rossz. Tehát ő úgy tudott egy szünetet tartani. Látod, milyen szép lett az egész? Még semmit se csináltam, csak elhallgattam. Ő ezt olyan pontosan tudott élni vele. Hát hadd mondjak már azt a verset, amit ő mondott, de csodálatosan. Petőfi Sándor, Péter bátyja. 10 katona esett a helységre. Nem volt szükség fogdosó kötélre. 20 legény ment maga jó szántából, zászló alá, az eke szarvától. Hogy ne mennénk örömest, mikor kell? Aki nem megy, hitvány, gyáva, korhely, nem királyért hadakozunk mostan, a hazáért fogunk állni sorban. Nem király, sőt, a király ellen, akit Isten is mindörökké verjen, verje meg úgy, amit ő akarta, hogy igába jussunk mi, s nyomorba. Te éretted, megyünk a csatába, nemzetünknek drága szabadsága. Megyünk 20-10 helyett, és ha kell, utánunk még 2-szer annyi jön el. És összeálltak indulásra készen, az újoncok a falu közepében, körülöttök, fiatalok, vének, hát gyülekeznek, búcsúvétel véget. Az anyák, ez a természet rende. Isten őket már így teremtette, s ők szegények, erről nem tehetnek. Hát az anyák szörnyen keseregtek, sírtak, ríttak, mint az őszi felleg. Fiaiknak, hogy elmenni kellett, elmenni ők, és még oda pedig, ahol a halál vendégeskedik. Amint mondom, volt sok sírás, rívás. Hanem úgy csak korán serít más. Egynek sem volt oly nedves köténye, mint Kelmednek. Szegény panna néne. Hogy ne sírna? 3 fia vagyon, mind a 3 szép szállegény nagyon, és mind a 3 be vagyon sorozva katonának, és ott állnak a sorba. Hagyd el, anyjuk, hagyd el már, szól kérve Péter bátya, panna néni férje. Hagyd el, anyjuk, elég ebből ennyi, hát nem is illik ennyit keseregni, hát nékem is, úgy fiaim, mint néked, azért mégse siratom ám őket, sőt, örülök, hogy nevemmel 3-an lesznek ott,
a szabadság harcában. Menjetek el, szeretett cselédim! Ha meggyőttök a háború végén, nagy kedvem lesz. És ha oda vesztek, fáj a szívem majd. De nem reped meg, szép halál, a szabadságért halni, ahogy én azt el tudom gondolni. Legszebb halál az a csatatéri, ahogy azt az én eszem föléri. Menjetek át! Életbe, halálba, fegyveritek legyenek megáldva, hogy szabadság ragyogjon majd rajtok. Máskülönben? Jobb, hogyha ott maradtok. Az újoncok útra kerekedtek, jó kedve volt a jó gyerekeknek, és úgy mentenek a halál útjára, mintha mentek volna lakomára. Péter bátya, hát kendett, mi lelte? Olyat sóhajt, majd kiszáll a lelke. Néz utána az újonc seregnek, s íme, íme könnyei peregnek. E hát vége a sok cifra szónak, addig beszélt máshoz biztatólag, addig köpte a markát, míg aztán tyúkmadár lett a vitéz oroszlán. Csúfolták az öreget keményen, hogy hát ő csak szóval győzte légyen, de az öreg, bár nagyon is unta, egy sziporkát sem felelt a gúnyra. Amit szólott, azt csak úgy magában mormogta el haza ballaktában. Mennek ők, és maradni kell néken. Itthon maraszt göthös öregségem, szabadságot vesznek drága áron, és én ne legyek a véres vásáron. Én itthon csak készportékát lessek, ne legyek ott, hogy én is fizessek. Jól esik, hogy megértem ezt a kort, hol nemzetem lánc helyett fegyvert hord. Mégis vesztem volna inkább, mint hogy most csak nézzem e szent munkát. Elvágnám a két kezem, két lábam, ha tudnám, hogy nem vágom hiában. Ha helyette más, erős, új nőne, hogy mehetnék majd a harcmezőre. És ezt a Csepel szakosztály vezetője ennél is jobban mondta, pedig szerintem én is most már jól mondom. Eléggé belezökkentél. Én azért nem tudtam volna így megszólalni hirtelen. Erre nem készültem föl, hogy is mondjam, ez... Hát drámai, lehet mondani, drámai élmény, tehát hogy... És gondold meg, volt, és hogy, ezt volt, hogy hallottad amikor, nyerni, amikor nyert a csapat olykor, de erenes vagy. Hát ne viccelj. Könnyes a szemed. Hát még szép. És hát gondold ilyen... meg, hogy volt, hogy nyert a csapat, akkor nem mindig énekelgetés folyt, hanem Pista bácsi mondjon el egy adi verset, vagy... Szóval ő egy született színész és költő. Gyere el többször, szabadj nézni, 30 perce, ez én itt ülök, és elsírom magam. A Nabukkon szoktam sírni. De ez nem én vagyok, ez most apukám volt. Őt próbáltam idehozni. Ezt én értem, de mégiscsak te mondtad. De hát én idéztettem volna apukádat, én nem tudtam volna így elmondani. Egy sorát se. Ez csodálatos. Igen, és minden alkalommal mesélte, akkor végighallgattad ugyanígy? Vagy csak szemelvényeket mondta, hogy elejétől végig elmondta? Persze, hogy nem csak elmondta, hanem foglalkozott velem. Ja. Gyerekkorom óta. Ő egy született nagy, akkor mondhatom azt is, hogy rendező is volt egyben, meg csodálatos versmondó. Vagyis, hogy az, hogy Koltai Róbert... Tehát ugye van. A színészet egyik lényege az átélés. Na most, mikor neked otthon van egy apukád, aki eleve, mint egy nagyon nagy színész, mer szüneteket, mert azt hiszem ennek a versnek egyik titka szünetek bátor tartása. Tehát az egy nagyon nagy adomány egy majdani színésznek. Nem mindig tudtam feloldódni,
mert ott ült alsónadrágba, tőlem 2 centire, mint ha te most nem lennél fölöltözve, és mondta a hibákat. Mondta a hibákat, de amikor ő elkezdett verselni, az mesebeli volt. Hát, Robikám, még tudnék beszélni néhány órát veled. 30 perc letelt. Például nem beszéltünk agyaföldről, ugye a miniszterről, amelyhez nem is hiszed el, de volt valami közöm. Na. Hát az én szövegem volt a műsorfüzetem. Mert Pányoki művész úr felhívott egy angol-magyar tudósításomról, ami aha, egy ablakról szólt. Én nem, akkor még nem tudtam. És felhívott, hogy azt szeretné betenni. Egy ilyen, ami lezuhanó ablak, tudod, amiről... Hát... De te is meg tudsz engem nevettetni bizonyos dolgokkal. Mert? Hát mert figyelem, olvasom, amiket na jó, ez. De az nagyon jó, amikor ezt a mostani NB1-et elemzett, hogy... Az jó? Hát jó, hát nagyon röhögök rajta. Hát, amikor, hát már nem a Kalmár van, meg a Rottenbiller. Már nem. És nem, hát főleg nem Kubala, Szilágyi, Csordás Lajos. Nem lehet tudni, kik vannak, mert ez még előző héten még valahol Trnavába játszottak, de ott hány, is sikerült. Várjál, még mielőtt gyorsan egy kicsit ráteszünk, hány előadás volt a miniszter a József Attilába? Tudod? 488, azt hiszem. És ugyanígy volt a Balfácán vacsorára. Igen, tudom. Az se jutott el az 500-ig, vagy ott volt a 490 táján. És ezek 20 évek, tehát 20 évig ment mindegyik. És a Kernand is az örök barátságunk. Tehát nagyon éreztük egymást mindig. Hát, Robikám, mondom, bármikor fölhívhat. Büszke vagyok rá, hogy... Én vagyok büszke, hogy apukámnak ezt a nagyon szép és fontos tulajdonságát és tehetségét meg tudtam neked mutatni. Hát ez kétségtelen. Itt sírtam élő adásban. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Bármikor, ha szeretnél szavalni Hegyi Ivánnak, akkor tiéd a fél óra. Jó. De bevezetjük, hogy nem tudom, havonta egyszer Koltai Róbert szaval a sportársban. Verset mondok. Jó, akkor verset mond. Ezt így kell mondani? Az szebb a versmondás. A szavallásban már eleve van egy ilyen pátosz, ami értem, nem annyira jó. Igen, ez volt apukámnak egyik nagy titka, az egyszerűség. Egyszerű, de nagyszerű az ő mondása volt. Focistákra is mondta, meg nagyon tudott lelkesedni egyes játékosokért. Tehát a Csepelbe néha olyanokat igazolt le, akiket ő puskásszerűség. Ez egy puskásszerűség, apukám. És kifutott a pályára a csapat. Nem akarok nevet mondani, mert... De. Bár biztos már nem él, mert... Hát nem él túl sportszerűen. Nem él túl sportszerűen. És akire mondta, hogy puskásszerűség, kifutottak a pályára a csapatok, és már csuromvíz volt a meze, olyan erőállapotban volt. Leízzott attól, hogy ki kellett futni. Nem mondom a nevet, és akkor ezzel, mert akkor itt ülünk reggel. Jó. Nem a Center Halfot, mert annál durvább embert én nem láttam. A Molnár... Nem mondtam a nevet. Kemény volt. Kemény. 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 Itt kezdődött. Itt vett el a labdát. De kérdezzük jó meg volt a Puskás Lajost. Jó. Na jó, hát a nézőknek köszönöm a figyelmet. Neked nagyon szépen köszönöm a versmondást is, azt, hogy eljöttél, hogy a bukádat idézted. Hát gyere máskor is, majd beszélünk. Köszönöm szépen. Koltai Róbertet tetszetek látni, hallani, a viszontlátásra.